Jó emberek, el vagyok átkozva, ez lesz a mai téma. Srácok, egyszerűen nem tudom, mi a fasz van velem, az utolsó egy-két napban olyan dolgok történtek velem, hogy bassz meg. Na, mindjárt erre mesélj. Kezdődött az egész azzal, hogy tegnap elmentem Szegedre, és találkozni kellett volna a barátnőmre bizonyos helyen. Most azon a helyen alapból én túlmentem, tehát elmentem még a büdös picsába be a városba. 50 000 lámpán keresztül. A furcsa volt nekem, hogy azért már rég itt kellett, hogy ott kellett volna legyek, és megyek, és nincs ott az a helyszín. Na mindegy, akkor mondom, megfordulok, hogy megyek egy kört, nem tudom. És azért ott egyik legforgalmasabb résznél, hát jó, nem a legforgalmasabb, elég forgalmas résznél voltam. Hát csak megyek, be akarom tenni sebességbe azért, a kocsit, jó, nem egy új kocsi, vagy egy régi kocsi, de eddig nem vagyok ott sehol lepapogom. Kibaszott jó kis kondiba van az öreg csóka. És berakom egyesbe, be akarom rakni, ahogy éppen átengedtem valaki a zebrán, mögöttem autók, ugye, szokásosan, kurvasok. És berakom egybe, egyszer csak egy nagy csörgés, de valami kiesett volna a kocsiból, valami kurva hosszú rúd, én éreztem, valami rúd leszakadt, vagy nem tudom. Azért is így lötyögött a váltó össze-vissza, előre, hátra, jobbra, balra. Nagyon ideges voltam, hogy zárt, gyorsan bekúrtam azért, vészvilló volt. Hú, basszus, akkor kiszálltam. Analizál a kocsát, jó Isten, mondom, bazd meg, most mi lesz, úristen! Előtött a szideg az agyamat, komolyan mondom, hogy mindig is voltam, még soha ugye forgalom körülös közepén álló, bazd a mögöttem, mert izé kocsik, nagy nehezen kikerülnek, akkor elkezdtem hátrafele tóni, de ugye a kocsinak tudni, hogy így mondjuk erre van a kocsinak az óra, és itt alul, ez a váltónak a nem tudom milyen, az így, hát ilyen kallantyú van a végén, és az így kiakadt, és így át, így dolgott ki a kocsiból. Hátrafele tóltam a kocsit, akkor az oké volt. Betúltam így nagy nehezen egyedül, nem jutott egy kurva lélek se basz megsegíteni, rohadjatok meg, aki esetleg nézi. Átutultam a buszmegállóba, volt mellettem egy buszmegálló gyorsan, de hát ott sem lehet sokáig genyózni, érted, kocsival. Mert ugye jönnek, mennek a buszok, úgyhogy pat helyzet volt. Átutultam, hú, mondom, akkor ott sem lehet sokat ezért genyózni. Ugye fölhívtam a barátnőmet, mondom, hogy mi a fasz, hogy lerobbantam itt a faszom tudja hol. Itt mondom, van egy víztorony, ennyit tudtam, és mondom, hogy van egy víztorony. Gyors, megkérdeztem ott mindenkiből, nem mint valakit, hogy ezért mondja már nekem, hogy mi a faszom, hol vagyok egyáltalán. És akkor mondták, hogy Budapest körül, mit tudom én, hol látsz, akkor jó, akkor innen rendeltem a csajomat, és akkor mondtam, hogy ezért, hogy lerobbantam, milyen helyzet, akkor följött apámat is, hogy bazdmeg, most mi a fasz csinálja. És akkor mondta nekem, hogy akkor majd eljön értem mindjárt, elkérdezkedett melóhoz, hogy eljön értem. Mondom, hogy nem kell, mert mondom, alapul fürdeni jöttünk ott Szegedre, és ha már egyszer tele tankoltam jókorán majdnem a kocsit, akkor mi a fasznak izé? Nem azért tankoltam meg, hogy akkor egyből hazamenjünk, hanem akkor mondom, várjunk egy 4-5 óráig, és akkor utána akkor te el tudsz jönni, akkor gyere már értem, csak akkor hazahúz. Itt tulajdonképpen ez lett volna a koncepció, hogy hazahúz, de nem mindegy. És akkor nagy nehezen végül, és akkor ott tartunk, hogy ott voltam a buszmegállóba, ugye ez így dolgot lefele. Mondom, bazeg, nekem el kell tónom, mert ott volt még kb. 50 méter, el kell tónom 50 méter, jobbra befanyarodni, és akkor ott volt egy parkoló. És a parkoló betolni a kocsit. Hát az igen ám basszus, nem volt olyan egyszerű, hogy a folyamatosan jöttek mögöttem a kocsik, mint az állat, és ott jöttek, és olyan pillanatot kellett kifognom, hál' Istennek ki is fogtam, amikor nem jött senki, nem jöttek autók. Mindegy is lényeg, hogy anyázen betoltam, hoppá, közben eltoltam ezt a szart. Anyázen betoltam a parkolóba, és akkor ott hagytam, hogy degölj meg, bazd meg. Volt olyan pillanatom, hogy ezt föl kéne menni videóra, de annyira ideges voltam egyszerűen, hogy nem jutott éppen eszembe abba a pillanatban, legszívesebben szétvertem volna a kocsit. De jutalom, megbánom, hogy nem vettem föl. Na, ez az első dolog, gyerekek. Ez ugye tegnap történt. A második, de nem tudom tényleg, mi van velem. Most is izé, megyek a kocsiba, erre bazd meg, lemegyek a halászpartra, és hát nem is apámtól kértem a kocsiját, és bazd meg, izé, fényesíti, úgy vigyáz rá, mint az állat, érted? Kocsiját, tehát nagy becsbe tartja, meg minden. Mostanában az is nem tudom, mi a fasz, de most velem, most rólam van szó, hogy egyszerűen lemegyek, lemegyek a halászpartra, és ki akarok tolatni, hogy beparkolok, oké, elintézem a dolgomat, csak az, hogy cigizek már bazzik, leég a cigim, azt kettőt szívtam bele, hoppá van. Elintézem a dolgomat, jövök vissza, jövünk, és ki akarok tolatni, de ezt csak érzem, az ilyen hangot adok, hogy mondom, mi a fasz, oda nézzük azok a defekt. Kurva életben, érted, 50 fok, bazd meg, és defekt. Na, mondom, mi a fasz csináljunk, menjünk haza. Hát, hiszem, menjünk haza, kérsz a barátnőn, velem volt. És mondja, hogy hát, akkor menjünk haza, mit tudom én, blablabla. Bla, bla. Valami lesz.
mondom, a faszomat, nézzük már, hogy van a pótkerék, volt bent, hál' Istennek, pótkerék, minden szerszám, meg volt hozzá, hogy kicserítem a faszomba, a legnagyobb melegbe, úgy voltam vele bazog, hogy ott van egy sugó, a Lászparton, az egy ilyen kis mellékfolyó, hogy beleugrok a bazog, meg ruhástól egyszerűen annyira melegen volt, 50 fokba kubit cserélni, azt a kurvot genyóztam meg minden, nagy nehezen lecseréltem, mégis meglett, és tehát ez a sztori, gyerekek, hogy én nem tudom, mi a fasz van mostanában velem, vagy el vagyok átkozva, vagy a fasz tudja. De ezeket a pillanatokat komolyan mondom, érdemes lesz egyszer megörökíteni, és meg is fogom az ilyen pillanatokat, mert most rendeltem a netről egy kamerát, egy ilyen GoPro klón, amit hát most nem akarom ebben részletesen belemenni, mert ha megjön, akkor csinálok egy unboxing videót, illetve kicsomagolós, és abban részletesen elmondok minden adatot róla, meg hogy tulajdonképpen mi is ez. Tehát egy action cam, egy kicsike, ez is ugyanolyan, még hasonlít is rá. És majd akkor az ilyen pillanatoknál, hogy ott ezt nálam főveszem, bazd meg, és komolyan mondom, szép van kamerázni az életem. Na mindegy, úgyhogy ez lett volna most a téma, gyerekek, hogy egyszerűen el vagyok átkos, nem tudom mi, és gondoltam, megosztom veletek, hát ha valami ember, akit érdekel, akit nem mondom, meg mindenkor akkor lenézze meg, akkor itt kapcsoljuk ki videót. És a másik dolog, amit még szeretnék kérni, gyerekek, hogy még négy kérdés kellene AskFM-re, hogy meglegyen AskFM-re azért, meglegyen a 10 kérdés, és utána ugye 10 kérdésenként lesz videó válasz, úgyhogy kérdezzetek fasságokat is kérdezhetnek. Max akkor egy-két mondatból erre, vagy elmondom a választ, meg itt olyan blablabla. De az a lényeg, hogy 4 kérdés kell még, tehát nyugodtan kérdezzetek, ne fossatok, nem fog senki arat, és mindenkinek a kérdését beolvasom. A másik meg, hogy nyugodtan odaírhatjátok a neveteket a kérdés mellé, hogyha gondoljátok, és akkor azt is hozzá fogom tenni, hogy XY kérdeztek. Na szóval ennyi lett volna, srácok, a videó. Köszönöm, hogy végignéztetek, és ha tetszett, akkor ne felejtsétek el lájkot nyomni, stb. Stb. Örültök, hogy megnéztetek a videómat, lehetek velem a következő részre, és nem tudom, mi lesz az. Ciao, 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 ciao. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok és csekkoljátok le a csatornámat, mert többféle dolog is foglalkozom, mint mondtam az előző videóban. Például ott van a paródia videó, a chatroulette rész, amit úgy látom, hogy eléggé szerettek. Vagy gameplay, mert az is kell egy csatornára, hát mi más lehetne egy csatorná, mint gameplay, többek közt, de megtalálható vlogok is, és stb. Stb. Lehetek velem a következő videónál is, és csekkoljátok a csatornámat. Szevasztok, gyerekek! Csájó, csájó, csájó!